megpróbálok. Ha kaphatnék hátulról egy kis fényt, akkor nagyon-nagyon szépen megköszönöm. A szenteste előtti délutánon rendszerint kimentünk a szüleimmel a köztemetőbe. Gyalog végig a Kút utca, innenső, azaz jobb oldalán elhaladva az óvodám, majd az iskolám mellett. A gördülő csapágy műveknél az erdő szíve felé kanyarodik a körút, arra van a temető. Szeretném azt hinni, hogy a ropogós hóban lépünk ki a házból, de az igazi hóesés a 80-as évek elején ugyanolyan ritkaság volt, mint manapság, legalábbis karácsony első napján. Általában januárig kellett rávárni. A január a hajdúságban igen kemény tud lenni. Nem csak apai nagyszüleim, bácsikáim és nénéim pihentek a nagy erdőn, hanem a 60-as évek vége óta a nővérem is, aki alig 5 hónapos korában halt meg. Amikor egy őszi reggel anyám elvitte a bölcsődébe, a kislányoknak még semmi baja nem volt. Azután ebédidőben egy falatot félrenyelt és megfulladt. Anyám, akinek 100 méterre volt a munkahelye, legközelebb boltban, legközelebb holtan, lepedőben kiterítve látta viszont a kisbabáját. Szüleim mély és maradandó sebet szereztek, olyan fájdalmat, amelynek íze minden későbbi örömüknek az aljára leülepedett. Anikó 1969. májusától októberéig élt. Gyermekkoromban ellentmondásos történetek keringtek családban a tragédiájáról. Elkerülhetetlen volt, bizonygatták néhányan. Többen említettek agyhártyagyulladást, utána néztem, még a halotti anyakönyvben is az szerepelt. Anyai nagyanyám előre tudni vélte a halálos betegséget. Egyik levelében azt írja, hogy hónapokkal korábban már a keresztelőn megborzongott, amikor simogatva a kislányt kitapintotta, milyen puha és érzékeny a fejjel ágya. Apám ezzel szemben élete végéig meg volt győződve róla, hogy gondatlanság történt, és alig hanem ételmérgezést tusoltak el a bölcsőde dolgozói. De hát mit keresett a kislány nem egészen fél évesen a bölcsődében? Adhattak neki bármilyen nem pépes élelmiszert, úgy mint krumpli, céglát vagy egyebet? Elvileg nem. Akad olyan bölcsőde, amelyik egyben csecsemő gondozó is? Igen, akad. Bár a gyest 1967-ben vezették be a munkaerőfölösleg problémájának kezelésére, és az alacsony demográfiai mutatók följavítása miatt, ők mindketten hajnaltól késő estig dolgoztak. Sőt, minden szombat délelőtt is. Nem maradhatott ki az a nap sem, amikor tompa hangon telefonáltak anyámnak a szomszédos rendelőintézetbe. Bármilyen hihetetlen, az édesanya mindössze 100 méterre tartózkodott a bölcsődétől, amikor meghalt odabenn a kislánya. Néhány óra telt el a keserves viszontlátásig. A mérgezést semmilyen vizsgálat nem támasztotta alá, de a gondatlanságot sem. A szüleim mindketten összeroppantak akkor, porig sújtva. 35, illetve 36 évesen. Anyám hívő ember volt. Apám hitét az önbizalom pótolta. Egyedül saját szerteágazó képességeiben hitt onnantól kezdve. Onnantól kezdve meg talán semmiben. De a sokféle tevékenység életben tartotta. A lába, a keze szinte nélküle is moccant, mint a pók, lemetszett, mégis mocorgó tagja. Túlélték. Igaz, később apám eltöltött pár hónapot a szolnoki MÁV kórház idegosztályán. A kezelés után, mivel nem tehettek mást, nyugdíjazták a munkaadói. Borika, vagyis anyám lett a család fenntartó. Alig kevesebb, mint egy év múlva születtem meg én. A mi családunk erős embere anyám volt. Úgy láttam, általában képes uralni fájdalmát. Parancsolj magadnak! Intette levélben az édesanyja, Tuca Borbála Julianna, és ő tudott is parancsolni. De az egyik ilyen temetőbeli alkalommal keservesen elsírta magát, rázta az okogás, támogatnunk kellett. Most arra gondolok, hogy akkor karácsony tájékán, amikor egy órán keresztül nem csupán testben, de lélekben is biztosan, hogy együtt voltak, ez a temetői síta jelentette az ő legvalódibb közösségüket.
A kislányok halálával olyasmi történt velük, ami szép, ők és dédszüleikkel, másik korban, másféle körülmények között ugyan, de számtalanszor megesett. Nem hiszem, hogy ennek a különösen tudatába lettek volna. Az sem, hogy ha eszükbe jut, Mákszennyit is segített volna rajtuk az előző gyász emléke. Álltak összefogódzva, elszoruló torokkal, mehettünk haza. Végig a Kút utcán. Várt minket a faállítás minden évi komoly feladata. Anyám halászleve, a rántott ponty tartármártással, meg töltött káposzta. Rendszerint új évkor leesett a sűrűn, átláthatatlanul szakadó hó. Olykor derékig ért a torlasz az ajtónk előtt, reggelre alig tudtuk kinyitni. Mikor pár nap múlva iskolába indultam. Én lassan 30 éve Pesten élek. Mostanában karácsony 3. napján szoktunk Debrecenbe érkezni, és mivel már a saját óvárosi házunk sem létezik a maga fizikai valójában, a középső unokahúgomnál, Ildikóiknál szoktunk megszállni, a régi utcánktól jó sétányira. Amikor tehetjük, kimegyünk a temetőbe. Most ugyanott pihen a nővérem koporsója fölött, anyám és apám.